A Mecsek és Környéke szerkezet földtanával, tektonikus eseményeivel foglalkozom, azaz, hogy a földtörténet során mikor, milyen mozgások történtek ezen a területen. Ez két szempontból fontos. Egyrészt azért, mert adatokat ad a Kárpát-medence fejlődés történetének megértéséhez, másrészt azért, mert az elmúlt néhány millió év tanulmányozásával információt kaphatunk a jelenlegi, illetve a várható tektonikus mozgásokról is. Fontos eredménynek tartom, hogy elindítottam a saját akadémia által támogatott kutatási projektemet, illetve jelenleg egy nívós ösztöndíj, a Magyari Zoltán ösztöndíj is támogatja a munkámat. Az is jó ebben a témában, hogy alkalmazott kutatásban is részt veszek, tehát látom a pusztán tudományos eredmények társadalmi hasznosulását is. Jelenleg például a radioaktív hulladékok elhelyezését támogató kutatásokban vesz részt ez a téma is. Meghatároztuk, hogy itt a Mecsekben és környékén mik azok a törésvonalak, amik valószínűleg a jelenben is aktívak, vagy aktivitásuk várható, és mik azok a területek, ahova például ipari létesítményeket lehet telepíteni, mert ilyen mozgások nem várhatók. Ez egy nagyon változatos terület, sok terepmunkát igényel, amit én nagyon szeretek, és a számítógép előtt is szeretek dolgozni, ezeket az eredményeket összerakni. Ez mindenképpen csapatmunkát igénylő téma, ami számomra nagyon élvezetes, hogy különböző szakterületű kollégákkal dolgozhatok együtt. És persze benne van a felfedezés öröme, mint minden kutatásban. Nagyon jó érzés, amikor az ember rádöbben egy összefüggésre, vagy felismer egy jelenséget.